Az első autó Tolnán, az egykori futballcsapat, vízipólósok, az 1956-os tolnai ádvész következményei, vagy éppen a forradalom eseményei. A 40-es, 50-es évek maga a múlt elevenedett meg a tolnai magházban Tomecskó Frigyes egykori fényképész művein keresztül. Link Judit, a könyvtár igazgatója azt mondja, minden évben tolnai kötődésű művész alkotásait állítják ki a Bátka Fesztivál nyitó programjaként. Tomecskó Frigyes 1933-ban még kiskoruként nyitotta meg a fotó üzletét Tolnán, és a 70-es évek közepéig ő aktívan fotózott. A Bátka Fesztivál kiemelt rendezvénye a halászléfőző verseny sem maradhatott el idén sem. 13 csapat mérte össze főző tudományát. A vándorló szépkorúak baráti köre több csapattal is indult. 4 bográcsban főtt a halászlé, 60 főre főztek. Ők az összetevők megfelelő arányára helyezték a hangsúlyt. Csak minden csoporttársam ponyból főz. Egy nagy titka van, hogy jó minőségű halból, megfelelő mennyiségű paprikával, megfelelő mennyiségű sóval, és a hagymát is. Nehogy túl hagymázok, mert akkor édes fog lenni. És a másik, azt mondják, a bajai halnak híre van, a tolnai halnak meg íze van. A mezőcsapatnál a tangóharmonika gondoskodott a jó hangulatról. Vajda Tibor, a fesztivál szervezésért felelős Tolnai Kulturális Központ és Könyvtár igazgatója azt mondta, a rendezvény felépítése nem véletlenszerű. Mivel úgy vesszük, hogy ez a Bárka Fesztivál mégiscsak a tolnai embereknek a Dunával, a hallal való kapcsolatát is szimbolizálja, illetve próbálja életbe tartani, egyfajta gasztrokulturális rendezvénynek mondhatjuk. A főzőversenyt a Tolnai Öregdiák Egyesület egyik csapata nyerte meg. A kétnapos fesztiválon több családi és zenei programmal várták a szórakozni vágyókat.